szeretettel és tisztelettel köszöntöm megjelent kedves vendégeinket, professzor dr. Nádék Andrásodat, a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektor helyettesét, professzor dr. Lakatos Ferenc professzor urat, az Erdőművészeti Kar dékánját, dr. Péter Falvi József egyetemi docens urat, a Geomatikai Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet igazgatóját, dr. Koszta Miklós urat, a Geomatikai Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet professzor emeritusát, Kutas László szobrászművészt, a szobor alkotóját, akinek az egyetem területén ez a 10. szobra, dr. Ifjat Sarkadi Sándor urat, a Nyugat-Magyarországi Egyetem központi könyvtárának és levéltárának főigazgatóját, Pankotai Gábor professzor úr családtagjait és egykori közvetlen munkatársait, Lummici Gergelyt, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkárát, egyetemünk vezetőit, a karok képviseletében megjelent vezetőket, az egyetem oktatóit, hallgatóit. Felkérem Lakatos Ferencet, a Nyugat-Magyarország Egyetem erdőmérnöki karának dékánját, és Koszta Miklós urat, az Erdőmérnöki Kar Geometrikai Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézetének professzor emeritusát szoboravató beszédük megtartására. Tisztelt ünnepi közönség, emlékező kollégák, kedves emlékező család! Az 1957 és 76 között végzett erdőmérnökök találkozói, illetve az erdőfeltárással és erdészeti útépítéssel foglalkozó erdőmérnökök összejövetelein gyakran hangzanak el megemlékezések, történetek, melyek főszereplője Pankotai Gábor professzor. Ezekben az adományokban, hol félelmetes oktató, hol segítőkész jó barát, akinek van egy sajátos, gyakran nyers motora. Az ilyen találkozásokkor gyakran merül fel a kérdés, hogy van-e, és ha nincs, miért nincs szobra a botanikus kertben. Most születésének 100. évfordulója alkalmából megerősödött azoknak a tábora, akik javasolták, hogy legyen szobra a többi, vele egy időben az egyetemen dolgozó professzorhoz hasonlóan. Voltak érvek mellette és ellene, de végül az egyetem vezetése hozzájárult a szobor felállításához. De ki is volt tulajdonképpen Pankotai Gábor, aki harcértaként a felvidék visszacsatolásáért harcolt, a II. Világháború alatt példamutatóan üzemeltette a tavaszközi erdélyi vasutat, aki az utolsó szerelvényekkel a Kárpátalján szolgáló családokat elmenekítette a front elől, aki 1945-ben a Gerecsében átállt a néphadsereg oldalára, akit az új rendszer szaktudása miatt azonnal átvett, aki több magas, felelős beosztást kap, aki elkészíti Albánia egy jelentős erdőterületeinek feltárási alaptérképét, majd 1956 után az újra elinduló erdőmérnöki karon folytatja munkáját különféle felelős beosztásban, pártitkárként, dékánként, rektorként. Látható, hogy Pankotai Gábor életében a 20. század magyar történelme köszön vissza, ezért életművének megítélésekor mindig figyelembe kell venni azokat a történelmi körülményeket, amelyekhez neki alkalmazkodnia kell. Köszönjük szépen! Tisztelt ünneplő közönség, valóban így van. Ifi Gábor, aki nevét 1951-ben változtatta Pankotai Gáborra, az első világháború közepén 1914. augusztus 11-én született az Arad megyei Szőrősön, amelyet a trianoni békeszerződés Romániához csatolt. Hat testvérével együtt azonnal megérezhette a hontalanságot, a menekült állapotot és a szegénységet. A ciszterci rend székesfehérvári Szent István gimnáziumban érettségizik. Tovább tanulása anyagi feltételeinek megteremtéséhez 2 évig alkalmi munkákat vállal, ebből 4 évet Ausztriába tölt el, megalakozva német nyelvtudását és kialakítva jóval később kamatoztatható külföldi kapcsolatait. A munkával töltött 2 év után 1934-ben beiratkozott a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem erdőmérnöki karára. A főiskolán bekerült a bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola sajátos társadalmába, amelynek erkölcsi szellemi alapja a selmeci szellem.
ezt a Selmesbányáról Sopronba átköltöztetett főiskola tanári kara és hallgatói átmentették, továbbá polták, kiegészítve azzal, hogy mélységesen elítélték a trianoni nemzetvesztés tényét. Mivel önmaga ennek szenvedő alanya volt, természetesnek vehető, hogy minden revíziós törekvést támogatott. Az ilyen szellemben nevelkedett bányamérnökök és erdőmérnökök a selmeci szellemet a történelem viharos korszakaiban is megőrizték és igyekeztek a pártállami diktatúrában az ifjúságnak átörökíteni. 1938-ban megházasodik. Egyetemi tanulmányai alatt 1938. október 1 és november 8 között Moson-Magyaróváron katonai szolgálatot teljesít az úgynevezett harcéták között. Ez az egyetemi ifjúságból alakult szabad csapat, amelynek tevékenysége szigorúan titkos volt. Kézsérülése és kora miatt november elején leszerelik. A selmeci hagyományok szerint a harcéták a pártállami időkben is kapcsolatban maradtak. Diplomáját 1940. június 28-án vehette át. Munkáját már korábban 1931. novemberében kezdi meg Sopronban az erdőmérnöki főiskolán, az erdőrendezés tanítanszéken tanársegédként. Itt kapcsolódhatott be Fekete Zoltán akadémiai levelező tag kutatásaiba. 1940. november 21-én megválik a főiskolától és államerdészeti szolgálatba áll. Beosztást kapott a Bustyaházai Magyar Királyi Erdőgazdasághoz, a Taracvölgyi Erdei Vasútüzemhez, Királymezőre. A Taracvölgyi Erdei Vasút abban az időben már Európa legnagyobb teljesítményű erdei vasútja volt. Beosztottként kezdettől fogva helyettesítette az üzem katonai szolgálatot is teljesítő kinevezett vezetőjét. Műszaki felkészültségét az erdei vasút üzemeltetése terén bizonyította. Erre példa az az eset, amikor a nagy árvíz elmosott 800 méter hosszú töltés kiváltásával a helyszínen lévő utánszázad 20 főből álló egységével 3 nap alatt helyreállította és megindította a forgalmat. Ekkor nevezték ki az erdei vasút vezetőjévé. A front közelettével behívót kapott a honvédségtől és 24. gyaloghadosztály katonája lett. Feladata továbbra is a vasútüzem működtetése volt. A visszavonuláskor a mozdonyok felrobbantására kiadott parancsot megtagadta, mondja, nem volt szívem a mozdonyokat, amiket úgy szerettem felrobbantani. De nem robbantotta fel a vasút műtárgyait sem, mert meggyőződése volt, hogy a konstruktív mérnöki gondolkozásnak az kell, hogy alakja legyen, hogy amit elhagyok, azt jobb állapotban hagyjam el, mint ahogy átvettem. De elérkezett az az időpont, amikor gondoskodni kellett az ott dolgozók kimenekítéséről a front elől. Ebben a lehető legnagyobb támogatást azzal adta, hogy biztosította a vasúti kocsikat a költözéshez, saját családját az utolsó szerelvénnyel menekítette ki. A visszavonuláskor elérve a Gerecse hegységet felmérte a realitásokat. 1945. április 6-án átállt a Vörös Hadsereg oldalára, majd az alakuló Magyar Néphadseregben őrmesterként teljesít szolgálatot 1945. júni 20-ig. Igazolása után Partos Gyula egykori erdő igazgatója beosztást ajánlott neki a győri erdőigazgatóságnál azzal a megbízással, hogy alakítsa meg a pusztamalóti erdészetet. Ennek 1945. augusztus és 48. július között erdészet vezetője. 1948. július és 1957. február között az Országos Tervhivatal előadója, az Erdőközpont tervosztályvezetője, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Intézet főmérnöke, a Kálvi József által megalakított erdőterv tervezőmérnöke, végül az Országos Erdészeti Főigazgatóság osztályvezető helyettes főmérnöke. Az Erdőrendezési Intézetben és az erdőtervben az úttervező csoportot vezeti. Az úttervezői tapasztalataira támaszkodva elkészítette az első korszerű úttervezési utasítást. 1956-ban szakértői csoporttal az Albán Népköztársaságban tartózkodott. Az expedíció 1956. július 24 és október 9 között az utazásokkal együtt eltöltött 70 nap alatt javaslatot tett, 52 km kövezettút, 35 km normál nyomtávú vasút, fűrészüzem és gyantafinomító létesítésére. A forradalom leverése miatt az erdőmérnöki kar oktatóinak nagy része külföldre menekült.
A tarthatatlanná vált állapot miatt megoldást kellett keresni, és ezért az erdőmérnök karoktatói gárdáját a gyakorlatban kimagasló eredményeket elért, arra alkalmas szakemberekkel pótolták. Az adott időpontban a választható megfelelő szakemberek legtöbbje azok közül került ki, akik pályájukat a visszacsatolt területeken, a Kárpátokban kezdték. Ennek köszönhetően egy megújulásra képes oktatói kar alakulhatott ki, amelyik az erdőmérnök oktatást magas színvonalra tudta emelni. Az erdőfeltárás és erdészeti szállítástani tanszék ebben az időben egy kerettanszék volt, amely oktatta a mechanikát, a gépészeti tárgyakat, az erdészeti szállítóberendezést, út, vasút és hídépítést tant és az acélköteles berendezéseket. Az oktatás feladata Herkai Imrére és Lónai Ferencre maradt. Ezt a kedvező pillanatot tudta megragadni Pankotai Gábor, aki korábban 1952-ben már benyújtott a pályázatát egy egyetemi oktatói álláshelyre. Így a tanszék vezetője ekkor Pankotai Gábor, a tanszék neve erdészeti szállítástani tanszék lett. Az intézményben lázas munka folyt, ekkor alakították meg a faipari mérnöki kar. A karok között el kellett osztani a különböző témaköröket, tanszékeket. Ez jó alkalom volt a tantárgyi programok megújítására is. Az erdészeti műszaki tudomány területen a programbizottság Pankotai Gábor vezetésével rövid időn belül kialakította az új oktatási struktúrát. A Winkler Oszkár vezette akkor már meglévő építéstani tanszék mellé, megalakult Rónai Ferenc vezetésével a mechanika tanszék, Kádi József vezetésével az erdészeti géptani tanszék, majd Pankotai Gábor vezetésével az erdészeti szállítástani tanszék. Az erdészeti szállítástani tanszékre került az erdészeti utak tervezése, az erdészeti útépítés, az erdészeti szállítástan és később az erdészeti vízgazdálkodás témaköre. Pankotai Gábor radikálisan átalakította a tananyagot. A műszaki fejlődésnek megfelelően megerősítette az erdészeti útépítés súlyát, megszüntette az akkor már stagnáló erdészeti vasútépítés oktatást, korszerűsítette az erdőgazdasági sodrontötélpályák anyagrész tartalmát, gyakorlati tervrajzói tapasztalatai alapján korszerűsítette az erdészeti utak tervezését. Tantárgyi programok kialakításánál mindig egyeztetett azokkal a más egyetemeken működő szaktanszékekkel, amelyek hasonló témájú oktatást folytattak. Ennek eredményeként ezek az intézmények ismerték és ezért elismerték azt a tudásanyagot, amit az erdőmérnöknek el kellett sajátítani. Ez azonban ez abban az időben azt jelentette, hogy az erdőmérnöki diplomával el lehetett helyezkedni különféle más mérnöki szakterületeken is. Egy előadáson Nemesdi Ervin, a Műszaki Egyetem útépítési tanszékének professzora kijelentette, hogy Magyarország második útépítési tanszéke Sopronban van, amelyet Pankotai professzor vezet. Meggyőződése szerint egy szakember későbbi szakkönyvtárának alapját az egyetemi jegyzetek képezik. Ezért korszerűsítette a jegyzet sokszorosító részleget, és erre támaszkodva létrehozta az egyetemi jegyzetkiadót. Lefordította ezt az Elbahnen und Zeitpläne für Holz und Materialtransport című könyvét, és azt 1963-ban magyarul is megjelentette, áthelyezhető kötélpályák és kötéldaruk címen. 1963-ban Herkai Imrével közösen megjelentették a mezőgazdasági útépítés című szakkönyvet, 1965-ben megjelent az erdészeti szállítástan című kézikönyv, amelyet a földművelésügyi miniszter az Erdészeti és Faipari Egyetem hallgatói részére tankönyvként engedélyez. A vízgazdálkodás témakörét feldolgozó jegyzetét röviddel a tantárgy átvétele után már közreadta. Nyugdíjba vonulása előtt gondot fordított arra, hogy oktatási tapasztalatai alapján egy jegyzetsorozatban foglalja össze utolsó előadásainak anyagát. Munkatársaitól is elvárta, hogy az elméleti tananyagról jegyzetet vagy gyakorlatokat segítő tervezési útmutató készüljön. Ennek szellemébe készült el Rácz József úttervezési útmutatója, amelynek folyamatos átdolgozásával és korszerűsítésével az informatika robbanásáig az úttervezésekkel foglalkozó erdőmérnökök mindennapi segédkönyvévé vált. A tanszéken az elméleti és a gyakorlati oktatás egységének összhangjának megteremtésével a nevelési elvek következetes megvalósításával egy olyan iskolát és szellemet teremtett meg, amelyik az erdőmérnök képzésben a mérnöki szemléletet erősítette meg, és az évtizedekig meghatározta a jogutó tanszék karakterét.
Fő kutatási területe a mező- és erdőgazdasági úthálózatok fejlesztése, amelyhez jelentős anyagi támogatásokat tudott szerezni. A kutatási téma eredményei mindkét területen éreztették hatásukat. Ennek a programnak jelentős része volt az NDK-val kooperációba folytatott magpusztai kísérleti úton folyó kutatás, amelyben 76 féle pályaszerkezet tönkremenetelét lehetett vizsgálni műforgalom hatására. Az egyetem feladatának tekintette az oktatáson és kutatáson kívül a hallgatók nevelését is. Az 1960-as évek az úgynevezett konszolidáció időszaka volt, amikor már enyhültek bizonyos korlátozások. Enyhült a selmeci hagyományok politikai megítélése, lassan engedélyezték a szakestélyek tartását, elkészülhetett a Walden utódjának tekinthető egyenruha, és engedélyezték annak viselését. Új hagyományként megalapították a diszkorsó adományozásának szokását. Az egyetem politikai és állami legfelsőbb vezetőjeként ezt a folyamatot hallgatólagosan kezdeményezte és támogatta. Pankotai Gábor eszményképei azok a nagytudású professzorok voltak, akik őt az erdőmérnöki pályára nevelték. Szigorú elveket vallott a pontosságról, a viselkedési kultúráról, az emberi kapcsolatokról. Mindennek érvényesítésért gyakran nyersen utasította rendre a követelmények nem teljesítőket, de az ügyeket ezzel le is zárta. A követelmények betartásában következetes volt. Ezt a következetességet sokan nem értették meg, és nehezen elviselhető korlátnak tekintették. Nyers modora azonban csak látszott volt, amivel az ügyek gyors elintézését kívánta elérni. Amikor valaki saját problémájával fordult hozzá, és megoldást tanácsot kért, akkor nagyon szívesen és szívélyesen nyújtott segítőkezet. Pankotai Gábor professzor egyéniségét és stílusát meghatározta a 20. század magyar történelme. Az első világháborúban született, közvetlenül átérte a trianoni katasztrófát. A kornak megfelelően itt a nemzet felemelkedésében, amiért tenni is akart, lelkesen vetette bele magát az elcsatolt területeken folyó szakmai munkába, részt vett a második világháborúban mindkét oldalon, majd beilleszkedett az új rendszerbe, és ott is vezető szerepre törekedett. Legvégül megérte a rendszerváltozást, amikor nyíltan lehetett beszélni korábban elhallgatott dolgokról. Szigorú, következetes oktató volt, aki az erdőmérnök hallgatókat a mérnöki munkára nevelte. Mindezek mellett támogatta a hallgatók törekvéseit, segítette a selmeci hagyományok fölélesztését. Munkájának köszönhetően erdőmérnök generációk váltak sikeressé az erdőgazdálkodás területén kívül eső műszaki szakterületen is. A hallgatói visszaemlékezésekből ezért csendül ki a tisztelet és elismerés. Nyugdíjas éveit hegykön töltötte, ahol mindig nagy örömmel várta és fogadta egykori tanítványait, barátait. 1997. szeptember 27-én halt meg, hegykön temették el. Ő volt tehát Pankotai Gábor professzor, akinek szobrát felhatjuk, megköszönve Bánó László önzetlen és nagyvonalú adományát, amely lehetővé tette, hogy Kutas László szobrászművésznek a botanikus kertben megvalósult tizedik alkotásával maradandó emléket állíthassunk karunk egyik kiemelkedő professzorának. Köszönöm szépen! Felkérem Lakatos Ferenc dékán urat és dr. Péter Kalvi József intézet igazgató urat a szobor leletezésére. A koszorúzás percei következnek. Felkérem Lakatos Ferencet az erdőmérnöki kar vékelnyelt a koszorúzásra.
kérem az Erdőmérnöki Kar Geometrikai Erdőfeltárás és Vízgazdálkodás Intézet képviseletében Dr. Kosztamikért professzorulat és Dr. Péter Szabi József docensulat koszorúk elhelyezésére. Felkérem az Országos Erdészeti Egyesület képviseletében Lomnici Gergely főtitkár urat koszorúnak elhelyezésére. Kedves vendégeim, megköszönöm megtisztelő jelenlétüket, ünnepségünk végén kérem, közösen énekeljük el az erdőszínű három versekkel.